A műtétet egy teljes körű szemészeti vizsgálat előzi meg. Itt a szemészeti vizsgálat során megnézzük a látásélességet, megnézzük, hogy van-e kancsalság, van-e tompalátóság, megmérjük a szemnyomást, egy nagyon átfogó térképet csinálunk a szaruhártyának az állapotáról, illetve pupillatágításban megvizsgáljuk, hogy milyen a szemlencse, milyen mértékű a szürkehályog, vizsgáljuk az üvegtestnek az állapotát, illetve megnézzük a retinát, az ideghártyát, hogy azon van-e bármilyen eltérés. Nézzük, hogy van-e makuladegeneráció, van-e diabéteses retinopátia, illetve bármilyen egyéb szemészeti patológia. A szürkehályog vizsgálat során végezzük el a műlencsének a tervezését. A műlencsének a tervezése szintén a legmodernebb technikával személyre szabottan történik. Többféle mérőműszert használunk, illetve a legmodernebb formulák alapján kalkuláljuk ki a műlencsének a diopriáját. A vizsgálat végén beszéljük meg a pacienssel, hogy a szem állapotának megfelelően, illetve a paciens igényeinek megfelelően milyen típusú műlencsét ültessünk be a szembe a műtét során.